Sziasztok, én Brenda vagyok, és meg is érkeztem a következő videómmal, ami nem más lesz, mint egy haul, ráadásul nem is akármilyen haul, IKEA-s haul lesz. Tudom, hogy mennyire élveztétek az előzőt, és kitettem Insta Story-ba, hogy újval az IKEA-ba jártunk, és nagyon sokan izgatottak voltatok, hogy láthassatok egy haul, úgyhogy gondoltam, még mielőtt elpakolom a dolgokat, megmutatom nektek, hogy miket is szereztünk be. Szóval még mielőtt belevágnánk a haulba, és megmutatnám, hogy mennyi minden kacatot vásároltunk össze, igazából gondoltam, hogy adok nektek egy kis update-et. Ma jelenleg van, hát nem is tudom, április 28, 20, nem, április 30, ma április 30-a van, és egy nagyjából 2,5 hete lakunk itt talán, hogyha jól számolom. És igazából csak szerettünk volna kicsit már bepakolni és megnézni, hogy mi az, amire szükségünk lehet még az IKEA-ból, ahelyett, hogy elmegyünk és felvásárolunk, mindent a szemünk elé akad. Úgyhogy ezt tettük, és így, hogy itt voltunk 2,5 hete, nagyjából le tudtuk szűkíteni a dolgokat, hogy mi az, amire tényleg szükségünk van, mi az, amit nem tudtunk máshol megvenni, és mi az, amire nincs szükségünk, de lakásdekor szempontjából nagyon szuper lesz, úgyhogy így eljött az ideje, hogy elmenjünk az IKEA-ba. És tegnap voltunk, tegnap este nagyon késő értünk haza, úgyhogy már este nem volt időm felvenni ezt a videót nektek, de épp ezért is ma ez volt az első dolgom ma reggel, még alig ha 9 óra sincs szerintem, úgyhogy megmutatom, hogy miket is vettünk. Illetve van egy kis rész, ami egy meglepetés lenne igazából. Gondolkodtam, hogy legyen külön videó ezzel kapcsolatban, vagy csak mutassak meg, amiket vettem az IKEA-ba ebbe a videóba, mármint azokat a pár speciál termékeket, amikre gondolok most. Úgyhogy nem tudom, hogy meg kéne mutatnom ebbe a videóba, vagy legyen egy külön videó maga a meglepetéssel együtt, úgyhogy szerintem azt még meglátom majd, ahogy haladok közben, hogy érzem magam, de minden esetre köszönöm, hogy itt vagytok velem, és visszatértek a normál rendek, úgyhogy várhatjátok a haul videókat. A mai nap folyamán jön 3 vagy 4 csomag is, most kaptam az értesítőket, illetve egy már megérkezett, nagyon korán jöttek a futárfiúk, úgyhogy ha ez olyan dolog, ami titeket érdekel, vagy szeretitek nézni a haulokat, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és most már nem is húzom tovább az időt, most már tényleg akkor belevágunk ebbe a nagy pak IKEA-s dologba, amit eluralkodott. Ha hallatok bármilyen háttérzajt, akkor elnézést kérek, az azért van, mert bezártam az ajtót, de a másik szobából van, jön át a tévé hangja, illetve a dri hangja, illetve dolgozik, úgyhogy telefonhívások, stb. Hang, úgyhogy ne vegyétek azt figyelembe. Itt a számla, és gondoltam, hogy ez egy plusz érdekes rész lehet, hogyha beleteszem a videóba nektek, hogy mi mennyibe került, illetve nyilván, hogyha tetszik valami, akkor egyből megtudjátok itt a videón keresztül, hogy mennyibe került, mennyire éri meg, illetve akkor az interneten ugye meg tudjátok nézni, vagy ha vagytok olyan szerencsések, hogy az IKEA közelébe laktok, akkor egyből el tudtok menni, és így, hogy látjátok a terméket, halljátok a véleményemet a termékről, illetve az árát, így gyorsan el lehet dönteni, hogy szeretnétek-e vagy sem. Úgyhogy megpróbálom majd mindennek itt a nevét megkeresni. Lehet, hogy ez egy plusz kis időhúzás lesz számomra, de se baj, gondoltam, ha már itt van ez a számla, és nem veszítettem el ennyi idő alatt, akkor miért is ne? Semmiféle sorrend nem lesz itt a termékek között, igazából minden így beledobálva pár tárolóba, és úgy hoztuk el őket, úgyhogy ahogy a kezembe akad, úgy fogom mutatni nektek, és az első dolog az nem más, mint ez a lábtörlő, nagyon-nagyon megtetszett, és örömre Adrinak is nagyon tetszett, úgyhogy örülök neki. Láthattátok már korábbi videóban, hogy van egy olyanunk, ami ugyanilyen kókuszrostos, és itt a welcome felirat, viszont az bent van egyenlőre az ajtón belül, és arra szoktuk tenni a cipőinket, amiket instant használunk ott az ajtó mellett, úgyhogy akartam egyet az ajtó elé is, hogy le lehessen törölni a lábunkat valamin. Ennek Stav Rebi a neve, és 40x60 centis, ott a neve, hogyha esetleg valakit nagyon érdekel, illetve ilyen kicsit ilyen csúszásgátlós a hátulja, ami elég furcsin néz ki ezzel a színnel, és ez 2009-90 volt,
úgyhogy szerintem nagyon jól néz ki, és ennyi pénzért szerintem tök jó, mert amúgy sima lábtörlőt vesz az ember, úgyhogy szerintem nagyon jól néz ki, nagyon dizájnos, és amúgy mindig, amikor ilyeneket veszünk, mindig kettőt vagy hármat vennék belőle, csak mert tudom, hogy tönkre fog menni, és annyira tetszik, hogy akarnék minél többet belőle. A következő két termék egyáltalán nem érdekes. Ezek a jól ismert és bevált IKEA-s cipőkanalak, ugye a fekete kígyó fejű cipőkanál, ezek 250 forint volt darabja, és vettünk kettőt, hogyha esetleg az egyik eltörne, akkor legyen még egy. Aztán már most két hete úgy élünk itt, hogy egy darab tálcánk sincsen, és igazából szendvics készítésnél az elég nagy problémát okoz. Úgyhogy választottam egy ilyen szürkét, ez csak egy ilyen kis egyszerű műanyag, és sajnos nem csúszásgátlós, úgyhogy azért nem is vettünk belőle többet, mert ez valószínűleg zavarni fog, hogy ide-oda csúszik rajta minden, ez 395 forint volt. A másik, amit választottunk, amit Adri talált, az csúszásgátlós, úgyhogy ebből kettőt vettünk, mind a kettő ilyen világos mangófa színű, és ez 1690 volt egy darab, és egy ilyen átlátszó réteg van itt, ami csúszásgátlós, úgyhogy ezt szerintem nagyon fogjuk szeretni, úgyhogy ebből választottunk kettőt. Szóval, hogyha valaki kíváncsi, akkor itt lesz a cikszám, illetve a másiknak is. A következő termék, amit kiválasztottunk, az nem más, mint ez a tányéralátét. Nekem nagyon-nagyon megtetszett, ott ki voltak nyitva, illetve már itt mutatok egyet, amit kibontottunk. Vagy kettőt bontottunk ki. Ilyen sötét gyékényszerű és fekete madzaggal van rögzítve, meg összekötve, ugyanolyan mind a két oldala, de szerintem nagyon jól néz ki, nagyon tetszik, hogy ilyen sötét színe van, és tök jól mutat az asztalunkon, hál' Istennek, mert tegnap kipróbáltuk. Egy darab, ebből 495 forint, és az a neve, hogy Toga tányéraláté, úgyhogy mi hatot vettünk belőle. Nagyon boldogak vagyunk vele, mert igazából 495 forintért konkrétan sehol nem vesz az ember ilyet. Tök jó minősége is van, meg mondom, szerintem nagyon jól néz ki, tökre olyan, mintha a Butlersről vagy a Zara Home-ról lett volna rendelve, úgyhogy nagyon boldog vagyok velem. Aztán van itt pár konyhai eszköz, tudom, esetleg vicces lehet, hogy 2,5 hétig mit csináltunk, hogyha ezek nem voltak, de úgy van reszelőnk, csak nem ilyen, és azon csak ez a féle funkció reszelési változat van, és valamelyik nem csináltam répagolyót, és kellett volna egy ilyen picike, hogy a répát teljesen le tudjam reszelni, és ne legyen ilyen nagy darabos, úgyhogy most vettünk egy reszelőt. Ez 450 forint volt, aztán van itt nekünk egy krumpli nyomó, ez a IKEA 365 Plus-tól van, és a HJ Alte a neve. A krumpli nyomó 1490 volt, ami, hát nem tudom igazából, hogy mennyi egy krumpli nyomó, de ez nagyon jó minőségű, és a családomban otthon is ezt használjuk, úgyhogy nagyon meg vagyunk elégedve vele, illetve vettünk egy kis habverőt, ez 795 forint volt, hogyha jól emlékszem. Ebből is van a 365-ös IKEA-s, ami kicsit jobb minőségűnek tűnik, viszont nem olyan gyakran fogom használni szerintem, úgyhogy szerintem ez teljesen tökéletes, és tökre tetszik, hogy ilyen letisztult dizájnja van a fogójának. Aztán sikerült egy vágódeszkát is választani, ez a Appetit League nevű vágódeszka, és igazából egy sima vágódeszka, nagyon tetszett a színe, nagyon tetszik a mérete is, nem túl nagy, nem túl kicsi, szerintem pont tökéletes, és eddig volt vágódeszkánk, viszont csak ezek a vágólapok, és ilyen fa vágódeszkánk még nem volt, úgyhogy mindenképpen kellett egyet beszereznünk, de egyelőre őt választottuk, és szerintem tök jó lesz, 45x28 centis, hogyha valaki kíváncsi, és 2990 volt. Amúgy, ha valakinek feltűnik, hogy felemásak a körmök a kezeimen, ne vegyétek figyelembe, pár nap múlva van anyukámnak a körmös vizsgája, mert körmösnek tanul, és én vagyok a modell, és azért van, mert így kell menni a vizsgára, úgyhogy
Ezért van, ne vegyétek figyelembe, kérlek. Választottunk egy ilyen fröccsenés gátlót, ami sokkal nagyobb, mint amire számítottam, azt hittem kisebb lesz. Hát konkrétan ekkora fejemhez képest. Viszont vettünk egy ilyen nagy serpenyőt, ilyen wok stílusút, és amúgy még erre is jó, tehát tökéletes lett igazából. Ugye a kisebb serpenyőkre is simán ráteszem, úgyhogy semmi probléma nincs vele. Ez 495 forint volt, lehet még nem említettem. A következő pedig ez a hamlagad wokos serpenyő. Nem tudom igazából, hogy wokos-e vagy sem, vagy hogy mire van igazából kitalálva, de olyan nagy a mérete a serpenyőkhöz képest, hogy én úgy gondoltam, hogy ilyen wokos, meg kicsit nagy a pereme. És nagyon tetszik a fogantyúja, mert ilyen csúszásgátlós. Szóval 32 centis az átmérője, és 2990 volt. Aztán még választottunk egy kis palacsintasütőt is, mert az se volt még, és valamelyik nap kitaláltam, hogy palacsinta péntek lesz ma, és péntek van, úgyhogy ma palacsinta péntek lesz, és ez is a hemlagad. Ez is ugyanaz a féle, akkor lehet, hogy nem is jól néztem. Igen, nem jól néztem. Szóval ez volt a 2990, az a nagy pedig 4990 volt, ez így már érthető, csak ugyanaz a neve, és gondolom ez akkor a termékcsalád, nem pedig maga ennek a neve. Minden esetre ez 25 centi is, és alig várom, hogy repüljenek a palacsinták később délután. Szóval a következő két termék, azok ezek a kis kancsók, és mindkettőnknek nagyon megtetszett, de Adrina kifejezetten, úgyhogy ő is választotta őket. Ez egy kisebb és ez egy nagyobb változat. Az istenes, hogy találom az árukat, mert mind a kettőnek ugyanaz a szám, ami szerepel a számlán, és több terméknek is van hasonló száma, úgyhogy nem tudom pontosan. Szerintem nagyon jól fog kinézni egy kis narancs juice benne, vagy nyáron, ha van ilyen kerti parti, akkor limonádé, vagy ilyenek, és akkor kitéve az asztal közepére, úgyhogy nagyon tetszenek nekünk. Aztán választottam egy kenyérsütő formát is, ez 1249 volt, sima kenyérsütő forma, és valószínűleg banánkenyér fog készülni, vagyis hát tipikusan is ezért vettem meg, de bármilyen süti, amit el lehet készíteni benne, azt kipróbálom majd, mert nagyon-nagyon szeretem a sütiket. Találtam még két kis konyhai eszközt, az egyik ez a kis ecset, ugye igazából olajecsetnek szoktam hívni, ez 195 forint volt, 395 forintról van leértékelve 195 forintra, szóval nem tudom, hogy Izika ezt hogy csinálja, vagy hogy éri meg nekik, de kis fekete-fehér, kis egyszerű, ugye ilyen szilikonos. Másik dolog pedig ez a húskloffoló, ami nagyon komolyan néz ki, ez is az IKEA 365-nek a terméke, és hát igen. Szerintem ez az 1990-es, vagy 1990, vagy 1490, mert a számla csak azt írja, hogy 365, és több termék is van onnan. Szóval kis húskofoló, egy kis rücsis, sima másik oldala, két konyhai eszköz, mert úgy tűnik, hogy abból bevásároltunk. Ez nem más, mint egy kis sodrófa, és ez 995 forint, vagy 795 forint, most néztem meg, de el is felejtettem. Aztán, amikor ezt betettük a kosárba, rájöttünk, hogy amúgy nincs is mind használni, úgyhogy kellett egy ilyen gyúródeszka is, és ez azt írta, hogy vágódeszka, de szerintem elég nagy méret ahhoz, hogy gyúródeszka legyen, meg van egy ilyen rész itt, amit, hogyha így teszek rá a pultra, akkor ez szerintem pont úgy oda csúszik, és stabilan fogja tartani, úgyhogy ez egy ekkora méretű vágódeszka, és ez a Lamplig nevű vágódeszka, és ez 3990 volt, úgyhogy már most tényleg nincs akadálya, hogy minél több süti készüljön. Találtam ilyen kis címkéket, amik levonósok, és szerintem akkoros filccel kell ráírni. Van benne 25 ilyen kis vékony, és 25 ilyen nagyobb darab, szóval összesen 50 darabban menne, és 495 forint volt, és gondoltam, tök jól fog kinézni a kis pepkós tárolókon, amiket már ismertek, és ilyen minimalisztikus, már csak szépen kell ráírnom, de van 25 vagy 50 esélyem, hogyha elrontom, akkor
újra próbálkozzak, úgyhogy választottam egy ilyet is. Aztán választottunk háromféle konyharuhát, mert úgy tűnik, hogy kicsit nehézségeink vannak azokkal, mert mindegyik, amit törlésre használunk, hogy megszárítsuk az álmosott edényeket, azok bolyhosodnak mostanság, és szöszös marad a pohár, meg ezek. Úgyhogy mondhatom, választok három különböző anyagút, és meglátjuk, hogy melyik működik. Aztán az ilyesmi ilyen sima kis vászon, vagy nem is tudom, ilyen olyan anyag, ami teljesen nem úgy tűnik, minthogyha felszívnál vizet, ezek egyelőre jól működnek itthon. Az a nagyon bolyhos, az meg szöszölődik, úgyhogy érdekes. Minden esetre választottunk egy ilyen kis egyszerűt, ez 150 forint volt, és fehér, kis kék csíkkal, ez ugyanilyen van pirosba is, az IKEA-ba, illetve ez a Maria Teres, két darab van egy csomagba. Ez már a kertészet részlegen volt, úgyhogy, és sokkal kisebb is, úgyhogy ez nem biztos, hogy konyharuha, de minden esetre én arra fogom használni, és ez 395 vagy 495, ez 495 volt, ez a kettő darab, ez ilyen kis, ilyen ostya mintás. A harmadik, az pedig négy van egy csomagba, ez a Rinnig nevezetű, és ezek 45x60-asok, úgyhogy ezek már biztos konyharuha méretűek, illetve ilyen különböző mintázatúak, de ezek a féle törlők, amik itthon vannak, amiket kaptam anyától ajándékba, és ezek egyelőre tök jól működtek, úgyhogy ez 495 vagy 395 volt a négy darab, úgyhogy ez nagyon szuper. Aztán valamelyik nap, ehhez van egy kis story time is, valamelyik nap annyira unatkoztam, elkezdtem olvasni, de valamiért nem volt kedvem hozzá, mert olyan szép idő volt odakint, hogy kint akartam lenni, viszont hát még az udvar, meg a terasz, meg bármi így a ház körül nincs olyan állapotban, hogy így kifeküdjek és csak élvezzem, és van egy ilyen kis előkertünk a ház előtt, ami igazából tök szuperül néznek ilyen kis sziklakertnek, vagy kis virágoknak, mert pont a lépcső mellett van, ahogy feljössz bejárati ajtóhoz, és az az első, amit úgy meglátsz. És egyelőre össze-vissza volt nőve gyommal, meg ilyen futó növény van a szomszédnak, és ez teljesen átjött, és nem volt rendezve egy jó ideig, úgyhogy valamelyik nap unalmamból kitakarítottam az egészet, de kesztyűm se volt igazából, csak gerebje meg kapa, és sőt, kapám se volt, ásom volt, csak gerebje és ásom volt, és olyan színen kitakarítottam, hogy nagyon büszke vagyok rá konkrétan, úgy is, mint ha friss föld lenne, egy darab dudva nincs benne, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra, és most elmentük az IKEA-ba, és találtam kis kertészkesztyűket, ez 395 forint, egy pár, és ilyen vanília és menta zöld színű, ez a szintén a Rinnig termékcsaládból, úgyhogy kérdésem volt, hogy ezt megveszem, és ez lesz az én kis virágozós kesztyűm, illetve van egy-két hely, ahol szeretnék virágot is ültetni kint, és azt is én akarom megcsinálni, úgyhogy ez mindenképpen hasznos lesz, és nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, mert ez tényleg egy olyan dolog, amit csak egy házba vesz egy ember, nem feltétlen egy lakásba, és így tökre izgalmas volt, hogy saját kis kertészkesztyűm lesz. Ezt tudom, hogy nevetséges, de annyira izgalmas, hogy nagyon boldog vagyok a kis kertészkesztyűmmel. Volt egy speciál műnövény, ami miatt mentünk, vagyis hát nem a műnövény miatt mentünk, csak volt egy speciál műnövény, amit kinéztem, hogy azt szeretném a fürdőbe, a lebegő polcokon a falra, hogy lelógjon. Nagyon jól néz ki ez a fejka termékcsaládba, és egy ilyen világos, zöldes, kicsit ilyen buborék levelű kinézetű műnövény, tökre jól néz ki. És hát igazából nem is én lennék, de nyilván egy darab se volt, úgyhogy választottam két másikat, de azt is meg fogom venni, nehogy azt higgyétek, hogy inkább ezek lesznek. Azt is meg fogom venni, csak mivel nem volt, ezért gondoltam, hogy úgy is rendelünk egy-két dolgot onnan, amik ilyen nagyobb útrok, amiket online a tervezőn tervez meg Adri, úgyhogy majd azzal együtt rendelem meg. Így sem sikerült műnövény nélkül távozni, úgyhogy ezt a kettőt választottam. Ez nagyon tetszik, ez a kis bokor. Ez a kis a fejka nevezetű
termékcsaládból vannak, és ennek a kisbokornak ennek 103.751.59-es a száma, és nagyon tetszik, hogy nem egyszínű, hanem vannak ilyen világosabb részek is benne, szerintem tök reális, és egy kis kaspóban nagyon jól fog kinézni, ezt is valószínűleg a fürdőbe fogjuk tartani, illetve őt pedig biztos, mivel ő fogja helyettesíteni egyelőre a másik növényt, ez egy ilyen kicsit ilyen sötét zöldebb, de amúgy jól néz ki. Ez pedig 403.495.31-es cikkszámmal található, és mind a kettő 2009-90 volt, ami, hát nem tudom, hogy mi a véleményem róla, igazából jól néznek ki, szóval ezért rendben van, viszont voltak olyan csúnya művények, hogy nagyon mű, de ez a kettő nagyon tetszik, és szerintem ez tök jól fog kinézni, így a kád felett fog lelógni a levegő polcokról, ez pedig szerintem a kis műfalon lesz, ami a WC körül van, úgyhogy legalább van egy kis szín, mert már alig vártam, hogy egy kis zöldet tegyek oda be, de mindenképpen csak műnövényt szerettem volna, mert egyelőre az az egy növényem, ami bent van, azzal is még küzdök, hogy egészséges legyen, úgyhogy, vagyis hogy egészséges maradjon, úgyhogy ezeknek nagyon örülök, hogy műk. Szóval úgy döntöttem, hogy megmutatom nektek, hogy mik ezek a speciál, meglepetéses termékek, mert amire látjátok ezt a videót, már Instagramon úgyis kint lesz a hír, úgyhogy nem lesz annyira meglepetés, vagyis hogy nem fogom ezzel elrontani azt a meglepetést, de minden esetre, hogyha érdekel titeket egy külön papi haul, akkor írjátok nekem kommentet, vagy üzenetet Instán, vagy bármiféle reakciót, hogy érdekelne titeket, mert akkor nagyon szívesen megmutatom a többi dolgot is, amit a kis új családtagnak vásároltam, mert ott egy hatalmas nagy rezervdes szatyor, tudjátok, az az igazán nagy, amiben a kabátokat szokták tenni, az tele van állatos cuccokkal. Szóval, hogyha érdekel titeket a papi haul, akkor mindenképpen szóljatok, mert nagyon szívesen csinálok, és ha gondoljátok, csinálhatom előtte, mielőtt megérkezik, vagy csináltam közben, és be is mutathatom nektek videón, hogyha esetleg érdekel titeket, úgyhogy amúgy jövő héten érkezik hozzánk, szóval mindenképpen reagáljatok, és akkor lesz olyan videó is. De ezeket választottam az IKEA-ba, úgyhogy az első az egy kis kefe, ami nem tudom, hogy mennyire lesz jó, de nagyon tetszett ez a fekete, illetve a kis barna madzaggal. Szóval az egyik oldal ez a puhább, ilyen műanyag szálú sertés, a másik pedig ezek a fémek, ugye a szőrének, és 1495 volt, azt hiszem. Egyelőre vettem már egy ilyen menta színűt, aminek csak ez a kis műanyag szálasa van, ami ilyen papi fésű, és az is csak azért van, hogy megszokja a fésülés, nem feltétlen kell még a szőrét kigubancolni, meg ilyenek, mert baba szőre lesz, de gondoltam, hogy ennyiért miért is ne kipróbáljuk. Aztán vettem egy kaki lapátot, ami nem tudom, lehet, hogy igazából ilyen pénzkidobás volt, de 195 forint volt. Igazából nekem egész életemben voltak kutyusaim, úgyhogy engem egyáltalán nem zavar, hogyha fel kell szedni a kutyakakit. Igazából azért van a zacskó, felhúzom a kezemre, és meg is vagyunk. De Adrinak nem igazán voltak kutyusai, úgyhogy ő nála kicsit idegen a dolog, és nem biztos, hogy fel fogja szedni, de hogyha esetleg fel kell szedni, mert csak ő van itthon, és nem akar a bűzben lenni, akkor gondoltam, hogy ezzel hát, ha nagyobb esély van rá, illetve, hogyha nem jó arra, akkor kutya kajcsi adagolónak is jó lesz. Nem tudom pontosan mekkora szemű a kajája, még nem bontottam fel, de ha nem esnek ezeken a kis lyukakon át, akkor akár annak is lehet használni. Mondom, 195 forint volt. Választottam neki két tálkát, és ez amúgy tök felesleges volt, mert már van tálkája. Már vettem egyet, ami pont ma érkezik, meg vettem még kettőt, anno, de azokat valószínűleg nem fogom használni, mert túl nagyok. Szóval nem akarok túl sokat elárulni, mert szeretném, hogyha megnéznétek Instagramon, vagy ha kérnétek külön videót, akkor abban részleteszném a
fajtáját, mi, hogy döntöttem el, hogy ő lesz az enyém, honnan van, mennyi idős, stb. Úgyhogy egyenlőre csak azt mondom, hogy kisebb kutyus, mint amit eredetileg elterveztünk volna, úgyhogy vettem neki kisebb tálkákat, mert azokban konkrétan az egész teste beleférne, de amikor ezeket megláttam az IKEA-ba, úristen, annyira megtetszettek, szóval ezzel már elárultam, úgy látom a nemét nektek, hogy kislány lesz. Ezek voltak feketébe, meg fehérbe. Amúgy a fekete sokkal jobban ment volna a lakáshoz, viszont ezek olyan szép, ilyen kis pasztel, nude, rózsaszínek, hogy annyira megtetszett, hogy nem tudtam ott hagyni őket, és tényleg nagyon cuki. Ugye az, hogy műanyag, sokkal egyszerűbb tisztán tartani, és nagyon tetszik, hogy két egyforma van egymás mellett. Egy kis tálcát akarok még alávenni, hogy ne csúszson neki, de amúgy ennek van csúszásgátló is az alján, ami ugyanilyen rózsaszín gumi, úgyhogy ahhoz képest tök jó, és tegnap letettem a földre, ahol lesz a helye, és így néztem, hogy úgyhogy nagyon izgatott vagyok. Aztán nyilván nem lehetett eljönni plüssök nélkül se. Amikor kicsi voltam, mindig oda voltam az IKEA-s plüssökért, de szerintem talán a pandás plüsst megkaptam egyszer, és hát mint gyerek igazából nem sokáig tartott a láz a panda miatt, de alig vártam, hogy legyen egy újabb okom venni plüssöket. Úgyhogy ezt a kettőt választottam a kis jövevénynek, olyan nehéz nem mondani a nevét, de azt még biztosan nem akarom elmondani nektek. Netán ez hamarabb kerül neki, mint Instagramon. De az első, ez a Calgary's csoport termékcsaládból van, és ez az a kis malac. Ez van ilyen rózsaszín szürke foltosba, vagy fúr rózsaszínbe, vagy ebbe a fehér rózsaszín foltosba. Ezt választottam neki, amit valószínűleg először fog megkapni, mert nagyjából ekkora most ő. Úgyhogy ezt még nem hiszem, hogy oda fogom neki adni, bár gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy ezt is megkapja, mert sok testvére volt, illetve ugye, hogy eljön az anyukájától is, és lehet, hogy jó lesz neki az ágyánál oda bújni ehhez, mert olyan, mint egy igazi kutyus. Úgyhogy gondolkodom, hogy őt fogom átvinni neki pár nappal hamarabb, még mielőtt elhozom, hogy átvegye a alomnak a szagát, és akkor tudjon vele aludni éjszaka, hogy ne legyen olyan szomorú. Ugye ez a kutyus, az IKEA-ból ez a Gozig Golden 40 centis, ez 1690 volt, ez pedig 495 forint. Ezek a plüssök nagyon szuperek, ugye a gyerek részlegen találhatjátok meg. De azért is nagyon szuperek, mert nincs benne semmiféle ilyen bab, amit ha kiszakítanak, meg tudnak enni. Illetve a szemük is anyag, tehát nincsen ez a gumi vagy gomszem, ami szintén le tudnak rágni és megfullannak, az orruk is puha, úgyhogy teljesen tökéletesek kutyus játékoknak. És amúgy az elmúlt napokban nagyon sok állazos boltba jártam, nyilván azokat is teljes mértékben átéltem. Nagyon izgalmas volt így menni, hogy full okom van menni egy új kis jövevény miatt, úgyhogy nem is tudom visszafogni az izgalmamat, de azt akartam arra akartam kiukadni, hogy konkrétan ekkora méretű játékok ott 1990 vagy 2000 valamennyi, és szét fogja szedni őket, szóval felesleges annyit kiadni érte, de tényleg ajánlom az IKEA játékait, és rengeteg féle van, dinótól kezdve, cápa, jeges medve, panda, kígyó, orángután, tigris, egér, tacskó, nagyon sokféle van, úgyhogy hogyha esetleg új kis játékot szeretnétek a szerelmeteknek, akkor mindenképpen nézzetek szét az IKEA-ba. A két utolsó termék ugyanazok, igazából ezek a nagy tárolók, ez 2500 forint darabja, és így néznek ki, illetve van tetejük is, amit mindjárt ráteszek, hogy lássátok. Szóval így néz ki amúgy egy darab a tetővel rajta, és így kell felnyitni. Ugye ide lehet beletenni akármit igazából, de szerintem tökéletes méret, és mi speciál azért vettük, hogy a pincébe ilyen krumpli, vagy gyümölcs, vagy valami plusz, ami nem fér el ide fenn, lent legyen, ott kicsit hűvösebb is van, úgyhogy eredetileg az egyik krumplinak lesz, az biztos, mert nagyon sok van, és nincs hova tenni egyelőre odalent. A másikat egyelőre csak vettük pluszba. A
legnagyobb dolgot meg nem is mutattam nektek. Nem hozom ide, mert ez is szintén hatalmas, viszont beteszek nektek ide egy fotót, amit ott készítettem az IKEA-ba, a tükörről, amit választottunk. Niszed általán az a neve a tükörnek, és 14.990 volt, ami elképesztő jó ár érte, azt hiszem 150. Szóval a tükör az 150-szer valahány centi, pontosan nem tudom, de egy sima álló magas tükör, ami a falra lesz feltéve, és fekete, ilyen vékony, úgymond vékony pereme van. De beteszem nektek ide a fotót, úgyhogy ennek nagyon örültünk, mert még nem volt tükör, és amúgy nem volt olyan nehéz, mint gondoltam volna, ilyen hosszú ideig tükör nélkül, de azért örülök, hogy nem a mikróba kell többé megnézem az outfitemet. Úgyhogy ez egy meglepetés volt, igazából nem számítottunk rá, hogy egy tükröt is elhozunk, de nagyon örülök neki, és most jelenleg csak ott csilingel a sarokba. Illetve most Adri belépett az előbb, hogy egy dolgot elfelejtettem mutatni, ami nem más, mint ez. Ő Tim. Timnek neveztem el, és igazából ő az Adri. Múltkor láttuk, amikor voltunk az IKEA-ba, és annyira vicces, tök jól néz ki, és hát a múltkor középső ujjat mutatott az IKEA, valaki úgy állította be, de nagyon megtetszett nekünk, és csak vicceltünk, hogy milyen lenne, hogyha vennénk egyet, és azóta eltelt pár hónap, és Adri mondta valamelyik nap, hogy ha megyünk az IKEA-ba, ő mindenképpen fog egy ilyet venni, mert neki ez kell. És amúgy tök jól mutat a polcom, egyáltalán nem haragszom, és tegnap este azzal szórakoztunk, hogy milyen jelet mutassunk, hogyha egyelőre ennél maradtunk, de nagyon tetszik, és amúgy nagyon jó színe van, nagyon tetszik ez a natúr szín is, hogyha a dekor szempontjából nézem, akkor tök jól mutatott a polcon, úgyhogy pacsi, jó választás volt. Szóval ezzel el is érkeztünk a videó végére, szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velem, remélem élveztétek. Igen, akkor tudjátok, mi a teendő, nyomjatok egy nagy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Hogyha szeretnétek még hólokat, akkor azt is várom odalent. Ha érdekeltiteket kutyás hól, kölyökutya hól, miket szereztem be én, mielőtt megérkezett hozzánk, vagy milyen tanácsaim vannak, akkor nagyon szívesen csinálok erről is egy videót, és nagyon szívesen osztom meg veletek őt is, hogyha megérkezik, úgyhogy akkor jelezzétek kommentbe, vagy Instagramon DM üzenetbe, és akkor fog olyan videó is készülni, és nagyon izgatott vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és találkozunk a következőben. Sziasztok!